nézőinket, önök a Tolnafej Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Pályaorientációs kalandőrület, pénteken adták át a rendkívül sikeres diákversenydíjait. Ellenzéki találkozó, megkezdődött az aláírásgyűjtés vidéken is. A 80 év felettiek kaptak adományt, az utolsó 65 darab tartós élelmiszercsomag is célba ért Dombovára. Gulyásleves, mézes kalács, tiramisú, karácsonyi menüt főztek a szekszárdi diákok a hajléktalanoknak. A Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola 8-os csapata nyerte az idei pályaorientációs kalandőrületet. Az elmúlt évek egyik legsikeresebb diákversenyének díjátadója pénteken délelőtt Tamásiban volt. A legügyesebb gyerekek nagyértékű tabletekkel gazdagodtak. Külön érdekesség, hogy bár a verseny Tolna megyéből indult, idén a legjobbak között Baranya megyei csapatok is voltak. Közös fotó az első helyezettekkel. Idén a Paksi II. Rákóczi Ferenc általános iskola 10 karakter nevű csapata nyerte a pályaorientációs kalandőrületet. A gyerekeknek közel 11 óra folyamatos munka után sikerült megoldaniuk a győzelemhez szükséges 13 kalandot. Először nagyon izgultunk, hogy fog történni. Rengeteg feladat volt, gyors megoldásnak, logikusnak és kreatívnak kellett lenni. Végül ez a legtöbbeknek sikerült is. Idén összesen 15 csapat nevezett a pályaorientációs kalandőrületre, közülük 14-en maradtak versenyben a nap végére. A gyerekeknek online megkapott a szakmákkal foglalkozó feladatokat kellett megoldaniuk, az eredményeket pedig szintén interneten kellett visszaküldeniük. A beküldött megoldásokat a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó Vályi Péter szakképzőiskolában kialakított operátori irodában ért a nap során a zsűri. Erős volt, mint mindig az idei mezőny is. Ugye a tavalyi iskolák is játszottak idén, tehát azok mindenképp újra neveztek, akik tavaly játszottak. Ez nekünk egy jó visszajelzés, pozitív visszajelzés, ezek szerint jól éreztük magunkat. Illetve újabb iskolák is bekapcsolódtak a játékba, és még mindig bízunk benne, hogy jövőre még inkább bővíthetjük a játszócsapatok körét. A verseny főtámogatója idén is a Tolnaért Közhasznú Nonprofit Kft. Volt. Varga Stadler Gábor, a vállalat ügyvezetője azt mondja, a pályaorientációs kalandőrület tavalyi sikere után nem is volt kérdés, hogy a programot idén is megszervezik. Ez a csapat nagyon jól együttműködik, nagyon jól élvezzük, amit csinálunk, terveztük is, hogy így fogjuk ezt csinálni. És hát elmondhatom, hogy igazán tényleg jól sikerült, 15 csapat jelentkezett, 14 csapat zárta a versenyt, és a hangulat az meg kiváló volt, mindenki ezt erősítette meg ezen az ünnepségen a mai napon. A Tolna megyei önkormányzat elnöke a díjátadó után azt mondta, a hasonló programok nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek megtanuljanak kitartóan dolgozni egy-egy biztos megélhetést jelentő szakma elsajátítása érdekében. Ez olyasmi, mint az iskolában az oktatás. Hogyha csak a munka van, akkor az száraznak tűnik, de amikor ilyen érdekes feladatokon keresztül ismerkedik meg az ember bizonyos tudással, akkor az sokkal könnyedebben emészthető, nagyobb örömet okoz, és valószínűleg jobb lesz a hozadéka is. A legjobb diákcsapat idén nagyértékű tableteket nyert, de nem csak az első három közösség munkáját ismerték el a szervezők, sokan ugyanis külön díjakat is kaptak. A pályaorientációs kalandőrületről készült hosszabb beszámolónkat szombaton este 7 órakor tekinthetik meg Hozam című gazdasági magazinunkban. 4977 új megbetegedést igazoltak csütörtökön, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.218.295 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 154, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 37.530 főre emelkedett. 5.856 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 519-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.208.000-en kaptak. Tolna megyében 117 új fertőzöttet regisztráltak péntek reggelre, ezzel a járvány kezdete óta 25.636-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. A gyermekek oltása is hozzájárul ahhoz, hogy az egész család védetté váljon, hangsúlyozta Müller Cecília a kormány közösségi oldalára feltöltött videójában. Az országos tiszti főorvos azt is elmondta, hogy egy nagyon fontos mérföldkőhöz érkeztünk azzal, hogy miután az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyta az 5 és 11 éves gyerekek oltását is a koronavírus ellen, Magyarországon is megkezdődött ezek beadásának folyamata.
Felhívta a figyelmet arra is, az, hogy a gyermekeket kevésbé érinti a koronavírusos megbetegedés, igaz volt a járvány kezdetén, az eredeti wuhani törzsnél. A szakemberek viszont azt látták, hogy a mutálódás következtében már a gyermekek korosztályát is egyre inkább érinti a fertőződés. Mai napon is, illetve az elmúlt napokban 50-60 körüli gyermek fekszik a kórházakban, tehát nem nagy számban, de bizony előfordul súlyos és netán szövődményes eset is. A gyermekek nem csak a saját egészségüket védik meg ezáltal, hanem a közösségek, elsősorban a családtagoknak az egészségét. Elfogadták Szekszárd integrált településfejlesztési stratégiáját és klímastratégiáját is az év utolsó rendes közgyűlésén a Tolnai megyeszékhelyen. Arról is döntés született, hogy a település zöld felületeinek gondozása 2022-től a hivatal feladata lesz, és elutasították az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság 90 millió forintos keretösszeg kérelmét a következő évre. Megtartották az idei utolsó rendes közgyűlést Szekszárdon. 24 napi rendi pontot tárgyaltak a képviselők, melyek közül többet is egyhangúlag fogadtak el. Ilyen volt például a város integrált településfejlesztési stratégiája, amire azért volt szükség, hogy az önkormányzat a következő években állami és uniós pályázatokon indulhasson. Szintén egyhangú döntés született arról, hogy az Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottság keretösszegét 6 millió forinttal megemelik. Ebből a pénzből a tagok 12 olyan sportegyesületet támogathatnak, amelyek az idén nem kaptak önkormányzati hozzájárulást. Ehhez viszont módosítani kellett a költségvetési rendeletet. Az Oktatási Bizottság elnöke egy másik előterjesztéssel is készült. Az éjjel Szekszárdot képviselő Murvai Árpád azt kérte a közgyűléstől, hogy a mostani 31 helyett jövőre 90 millió forintból gazdálkodhassanak. Ennek viszont már az előadása sem ment könnyen. Azt kérjük a tisztelt közgyűléstől, hogy a önkormányzat 2002-es éves bevételi forrásainak felhasználásából 90 millió forint összeget élő sport és a bizottság feladatainak támogatására szavazzon meg. A kérés vitát szított a képviselők között. Zaják Rita polgármesteri tanácsnok például rendkívül túlzónak találta a keretösszegemelés mértékét. Ha jól számolunk, akkor 31 millió forint volt az idei évi támogatásra fordítható keret ezzel a 6 millióval együtt. Most ezt háromszorozná meg a bizottság. Szerintem ez így egy lépésben egy kicsit nekem soknak tűnik. Én azt gondolnám, hogy kisebb lépésekkel kellene haladni, és akkor eljutni tényleg rövid időn belül esetleg a 90 millió, vagy akár a fölé is, hogyha a takaró engedi. Máté Péter a Fidesz frakció vezetője szerint viszont nem csak az emelés mértéke lett volna túlzó, de a módja is problémákhoz vezetett volna. A kormánypárti politikus szerint ugyanis nem célszerű a jövő évi költségvetés elfogadása előtt kiadásokba taszítani a várost. A kocsi megelőzte a lovat. Költségvetés jövőre készül. A költségvetés elkészítése előtt ne döntsünk a költségvetésről előre, hogy hova garantáltan mennyit fogunk elkölteni. Ez nem is értem. Tehát eddig ilyen nem volt, lehet, hogy... Nem volt eddig ilyen. Ez nem azt jelenti, hogy az összeg nem lehet annyi. Tehát várjuk már meg a költségvetést. A zöld brigád fenntartása a jövő évtől a polgármesteri hivatal feladata lesz, így a kertészeti, parkgondozási, zöld felület karbantartási, temetőüzemeltetési és köztisztasági feladatok ellátása miatt létszámbővítést is tervez a hivatal 2022-ben. A Dél-Dunántúli régió ellenzéki képviselő jelöltjei találkoztak Bátaszéken. Az esemény az ellenzék aláírásgyűjtési kampányának vidéki nyitó eseménye is volt egyben. Márki-Zay Péter, az ellenzéki miniszterelnök jelölt arról is beszélt, hogy a Dél-Dunántúl Európa hátrányos helyzetű régiójává vált, miközben számos kiaknázatlan lehetősége van arra, hogy magasabb életszínvonalat biztosítson az itt élőknek. Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás miniszterelnök jelöltje írta alá elsőként azt a gyűjtőívet, mely az összefogás által népszavazásra bocsátott két kérdésben a Fudan Egyetem magyarországi iskolájának építése és a munkanélküli járadék időbeni meghosszabbításának tárgyában kéri ki a lakosság véleményét. A bátaszéki volt a kampány vidéki nyitó rendezvénye. Az eseményen részt vettek az ellenzék dél-dunántúli országgyűlési képviselőjelöltjei.
A miniszterelnök jelölt szerint ez a térség a rendszerváltás egyik nagy vesztese. Talán Tolna kevésbé, én azt gondolom, Baranya mindenképpen közötte van ezeknek a területeknek, Békés, tehát itt a déli régióban, és hát sajnos sok más régió is, de különösen ezek a déli régiók, ezek nagyon komoly lemaradásban vannak, még a Magyarországhoz képest is. Bozsalik Róbert, az ellenzéki összefogás dél-dunántúli koordinátora azt mondta, a Fudan Egyetem és az egyetemi vádos ügye csak látszólag budapesti kérdés, hiszen a vidéki gyerekeknek is biztosítana majd a diákvádos szállás lehetőségeket. A kormányzatnak az a szándéka, hogy nem egy olyan diákvárost épít, ami a magyar fiatalok jövője szempontjából fontos, megfelelő, olcsó, jó minőségi szállás lehetőséggel és minden olyan körülménnyel, ami a jövőbe fektetett lehetőségét biztosítaná számunkra, hanem egy kommunista ország egyetemét szeretné megvalósítani, és annak feltételrendszerét egy olyan országba, ami szakított a kommunizmussal. Márki-Zay Péter úgy vélte, a népszavazáshoz szükséges 200 ezer aláírás rendelkezésre állhat majd. Dombóváron 8 millió forintos állami támogatásból számos kezdeményezéssel támogatták az idős korosztályt. Egy helyi szervezet, a Dombó Chips pályázta meg azt a forrást, melyből ingyenesen hívható zöld számot üzemeltet a korosztály szociális problémáinak megoldására, emellett pedig társadalmi összefogás keretében tartós élelmiszercsomagokat állítottak össze és juttattak el a 80 éven felüliek számára. Az utolsó 65 darab csomagot a település polgármestere és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője vitte el az idősek otthonába. Köszönjük szépen! Sok szeretettel, boldog karácsonyt kívánunk mindenkinek! Dombóváron a Platán és az Aranysziget idősek otthonának 80 év feletti lakói kaptak tartós élelmiszercsomagot, mely egy sikeres összefogás keretében valósulhatott meg. A csomagokat Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője és a település polgármestere Pintér Szilárd vitte el a két otthon lakóinak. A miniszterelnökség 8 millió forinttal támogatja a dombovári időseket, a Dombo Chips Egyesület által, és az önkormányzat segítségével 30 önkéntes állította össze azokat az ajándékcsomagokat, amiket most polgármester úrral két idős otthonba ide Dombováron el tudtunk hozni, és hát a városban minden 80 évnél idősebb lakó, vagy dombovári lakos ezt meg fogja kapni. Ezzel is szeretnénk odafigyelni az idősekre ebben a nehéz járványhelyzetben. Az ajándékcsomagokat az intézmény dolgozói a karácsonyi ünnepségük során adják majd át a lakóknak. Biztos nagyon örülnek neki, minden apróságnak nagyon örülnek, de hát ezek szép nagy dobozok, úgyhogy biztos nagy, sok-sok kincset rejt, ami boldogságot fog hozni nekik. A két intézménybe 65 csomagot vittek ki a politikusok. Megkezdődött az újabb oltási akcióhét. A kezdeményezés eddigi sikereire és az Omikron vírus magyarországi megjelenésére tekintettel újabb oltási akciót hirdetett a kormány. Így december 16-án és 17-én délután 2-től este 6 óráig, december 18-án szombaton pedig reggel 10 órától este 6 óráig vehetik igénybe a szolgáltatást, előzetes időpontfoglalás nélkül helyszíni regisztrációval. Az ország 101 kórházi oltópontján várják a 12 év feletti oltakozni vágyókat. A szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat 2007 óta osztja ki az év pedagógusa díjat. A címre olyan tanárok pályázhatnak, akik a német nemzetiségi nyelvoktatása mellett hangsúlyt fektetnek a hagyományápolásra és azok tovább örökítésére is. Fontosnak tartják, hogy a tradíciókat megismerjék és megszeressék a diákok. Az immár 15. alkalommal átadásra kerülő díjat idén Vigand Brigitta, a szekszárdi DNS Valéria általános iskola német nemzetiségi szakos tanítója vehette át. Nagy meglepetés volt számomra, hogy megkaptam ezt a díjat. Nagyon hálás vagyok a német nemzetiségi önkormányzatnak, az iskola vezetésünknek, hogy engem javasoltak erre a díjra. Számomra ez egy nagy elismerés a munkámnak a visszacsatolása, akár egy tükör is számomra, és mindenféleképpen nagyon örülök neki, és boldoggá tesz, és hát nagyon sok erőt ad a továbbiakban a kitartó munkához.
50 adag gulyáslevest, tiramisút és mézes kalácsot készítettek a Tolna megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola szakoktatói és diákjai a szekszárdi hajléktalan szálló lakóinak. Az intézmény már több éve minden karácsonykor meglepi melegétellel és egy kis meglepetéssel a hajléktalanokat. Ismét ételt adományozott a Tolna megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképző iskola a szekszárdi hajléktalan szálló lakóinak. Az oktatási intézménynél már hagyomány, hogy évről évre a diákok és a szakoktatók közösen készítenek ebédet az otthonban élőknek. Most éppen gulyás levest kaptak, tiramisut pohárba, szépen feldíszítve, mézes kalács süteményeket, azt is díszítették a tanulóink. Aztán meg kaptak szaloncukrot. Ebben van még akkor szaloncukor, meg kenyér, hogy esetleg kidobálom el, azt megköszönöm. 50 főnek elegendő menüt főztek az iskola növendékei. Nagy Imre igazgató azt mondja, az intézmény életében jelentős szerepet tölt be a szociális érzékenységre való nevelés. Szeretnék a gyerekeknek megmutatni, hogy fontos mások támogatása. Kutyamenhelynek kedveskednek, évről évre tanulóink, tehát gyűjtést rendeznek, rászoruló gyerekeknek gyűjtenek, cipős-dobos akcióba vesznek részt, tavaly is egy ilyen csomaggyűjtő akcióban vettek részt, szemétszedésben, tehát minden, ami ilyen jótékonykodás, vagy karitatív, vagy valami közhasznú dolog, abban szívesen dolgoznak a tanulóink. Az igazgató elmondása szerint az ünnepi ebédet közel 40 diák készítette el. A régió híreivel megyünk tovább. Elismerések a kutatóknak, az innovációs környezet megújulásáról is beszéltek. Adni öröm, tartós élelmiszert gyűjt a Máltai Szeretetszolgálat a rászoruló családoknak. Közel 200 cipős dobozt töltöttek meg ajándékkal a rendőrök, rászoruló családoknak juttatják el a Vöröskereszt segítségével. Átadták a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által adományozott kiváló kutatási infrastruktúra és ígéretes kutatási infrastruktúra elismerő címeket Pécsen. Ezzel mintegy 500 szervezet és gazdasági társaság részesült a kitüntetésekben. Az okleveleket az Innovációs és Technológiai Miniszter adta át. Valkovics László továbbá arról is beszélt, hogy hogyan alakult át a kutatási és innovációs környezet hazánkban 2018 óta. A kormányzat intézkedéseinek köszönhetően jól halad a kutatási és innovációs környezet elmúlt években elindult, a hatékonyság növelését szolgáló átalakítása. Derült ki az Innovációs és Technológiai Miniszter csütörtöki pécsi előadásából. Palkovics László a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Bizottság kiváló kutatási infrastruktúra elismerő címek ünnepélyes átadása előtt beszámolt arról, hogy a kormány 2018-ban kezdte meg a kutatási és innovációs környezet struktúrájának átalakítását, a hatékonyság növelése érdekében. Sokkal több forrást fordít a magyar állam kutatás finanszírozása. 19-ről 20-ra az innovációs alapon keresztül több mint megduplázódott a forrás mennyiség, de több mint megdupláztuk az ötvös során kutatási hálózat finanszírozását, jelentős összeggel támogatjuk a bajzoltán hálózatot, illetve 2022-től kezdődően a modellváltott egyetemek költségvetésébe megjelenik egy sokkal nagyobb összeg, ami egyébként kutatásra fordítsák. Kiemelte, hogy a változtatással az intézmények hatékonyabban működhetnek, mint korábban, emellett a költségvetési forrásaik a korábbi több mint 2,5-szeresére növekednek. Palkovics László elmondta, az oklevél átadó ünnepségen azokat a kutatókat ismerték el, akik olyan eszközökkel, adatbázisokkal rendelkeznek, melyeket rendelkezésükre tudják bocsátani másoknak is. Ma arra hívtuk fel a figyelmet, hogy Magyarország ezzel rendelkezik, értékeltük azokat, akik ilyen rendszerrel bírnak. De részben annak érdekében, hogy ösztönözzük őket a további fejlesztéssel, részben, hogy megmutassuk a külvilágnak, hogy Magyarország itt egy komoly háttérrel bír. Ennek ez a jelentősége. A miniszter arról is beszélt, a kutatófejlesztő helyek szakembereinek a száma is jelentősen a 7 évvel ezelőtti 37 ezerről 2020-ra 52 ezer fölé emelkedett, és várhatóan hamarosan 60 ezer fölé nő. Beszámolt arról, hogy a felsőoktatáshoz köthetően létrehozták az úgynevezett területi innovációs platform, azaz TIP hálózatot, ami a kis és közepes vállalkozások számára nyújt segítséget információk közvetítésével. December 16-án indult a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adománygyűjtő akciója. Az Adni Öröm elnevezésű kezdeményezést idén 25. alkalommal hirdették meg.
Az elkövetkezendő napokban tartós élelmiszereket gyűjtenek rászoruló családoknak egészen december 21-ig. Ezt követően személyesen juttatják el a családok számára az összeállított ajándékcsomagokat. Adni öröm. Ezzel a címmel indult idén már 25. alkalommal a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és az egyik legnagyobb áruházlánc közös akciója. Ennek keretében tartós élelmiszereket gyűjtenek rászoruló családoknak. Pécsett a belvárosi bevásárlóközpontban találkozhatnak a vásárlók a szolgálat munkatársaival. Ez a hölgy például rendszeresen adakozik több szervezetnek is. Én amúgy is a mentőszolgálatnak, a madárkórháznak, az onkológiai résznek én mindig adományozok. És a gyerekeknek is, és amikor lehet ilyen jegyeket kapni, ilyen 500 forintosokat, én nekem nem tudom, nekem ez fontos. És nagyon sajnálom, hogyha a gyerekek éheznek, vagy nincs meg nekik, úgyhogy én szeretek adományozni, jól esik. Már az első napon, december 16-án a kora délutáni órákban is látható volt, hogy sokan hozzájárulnak az akcióhoz. Emellett a résztvevő üzletben 500 forintos kártyákat is vásárolhatnak az adakozók, amelyeket a gyűjtés végén a szeretetszolgálat munkatársai élelmiszerek vásárlására költenek, kipótolva a tárgyi felajánlásokat. Amikor a gyűjtés véget ért, akkor ezekből az élelmiszerekből adománycsomagok készülnek, és mindig az adott gyűjtési pont környékén, tehát itt Pécsett például a pécsi vagy a Pécs környéki rászorulók számára személyesen juttatjuk el ezeket az adománycsomagokat, azért, hogy a karácsonyi ebédet egy kicsit gazdagabbá tudjuk tenni, és ők is részesüljenek olyan dolgokból, amiket nem engedhetnének meg maguknak. Az országban egyébként 149 helyszínen zajlik a máltai sok gyűjtése egészen december 21-éig. Ez idő alatt olyan alapvető élelmiszereket várnak, mint a liszt, a cukor, az olaj vagy éppen konzervek. Cipős doboz akciót tartott a Baranya megyei rendőrfőkapitányság. Csak nem 150 dobozt töltöttek meg ajándékkal karácsony alkalmából a rászoruló családoknak. Pécsett a megyei főkapitányságon a mohácsi, a siklósi, a pécsi és a Baranya megyei kapitányságok vezetőivel együtt adták át a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének az ajándékokkal töltött cipős dobozokat. A szervezet ezt a regisztrált rászorulóknak adja tovább. Sorakoznak a karácsonyfa alatt a szépen becsomagolt cipős dobozokban az ajándékok. Mindez a Baranya megyei rendőrfőkapitányság folyosóján látható. Tartós élelmiszer, édesség, gyermekkorcsoportonként játékok, színezők is vannak a csomagok mélyén. Baranya megye főkapitányságához tartozó mohácsi, siklósi, pécsi kapitányságok és a megyei Vöröskereszt területéhez tartozó kumlói és szigetvári rendőrségek ajándékai is itt várják további sorsukat. Pár éves hagyománya van annak, hogy a rendőrség karácsony táján jótékonysági akcióba kezd, mondta dr. Gulyás Zsolt, Baranya megyei rendőrfőkapitány. 2019-ben kezdtük el ezt az akciót, akkor kötöttünk együttműködési megállapodást a Vöröskereszttel, és beszéltük meg, hogy mi is a magunk módján hozzájárulunk ahhoz, hogy a karácsony az mindenkinek ne csak kellemes legyen, hanem azért ajándékhoz is jussanak a gyerekek. Úgyhogy ez volt a célunk ezzel az akcióval. Kis cédulákra írták rá, mi is van a dobozban, kislánynak vagy kisfiúnak szól a meglepetés, milyen korcsoportú gyerekeknek készült az ajándék. Ezeket a cédulákat a rendőrség munkatársai ráragasztották a dobozokra. A rendőrség a jövőben is tervez hasonló jótékonysági akciókat. Kisebbségi önkormányzatokon keresztül családvédelmi központ közreműködésével sikerül a valóban rászoruló családokhoz eljuttatni a cipős doboz ajándékokat, tájékoztatott Udvaros Renáta, a megyei Vöröskereszt igazgatója. Több észlelő csatornán jön benn hozzánk, ugye van azok az állandó listánk, akiket minden évben segélyezünk. Ezek azok, ugye, akik mondjuk 4, 5, 6, vagy esetleg 8 gyermeket egyedül, vagy családban nevelkedő gyermekek, családok, nagyon hátrányos helyzetűek, nagyon szegények. Ilyen például ugye tegnapi napon is voltunk Kisvaszaron, ahol 12-en élnek egy szobába. Természetesen ide is visznek még ajándékot, tette hozzá a megyei igazgató. December 21-ig szeretnék minden helyszínre eljutatni a cipős dobozokat a Vöröskereszt Baranya megyei szervezetének munkatársai. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Pályaorientációs kalandőrület, pénteken adták át a rendkívül sikeres diákversenydíjait. Ellenzéki találkozó, megkezdődött az aláírásgyűjtés vidéken is. A 80 év felettiek kaptak adományt, az utolsó 65 darab tartós élelmiszercsomag is célba ért Dombováron. Gulyás leves, mézes kalács, tiramisú, karácsonyi menüt főztek a szekszárdi diákok a hajléktalanoknak.
Szombaton is napsütésre, többnyire derült időre számíthatunk, napközben lassan mérséklődik az eleinte még erős szél. Csapadék nem valószínű. Vasárnap és hétfőn újból megerősödik az északnyugati szél, csökken a hőmérséklet és tartósan felhős lesz az ég, de csapadék nem várható. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!